tegnapi közgyűlésen több tekintetben is átlépte Rubikont a Péterfi polgármester által vezetett baloldali többség. Mindjárt az ülés elején olyan kérdésnek álcázott állításokat szegeztek nekünk, miszerint mi pedofil bűnözőket támogatnánk, amiről egyébként már többször nyilatkoztunk, ha kell egyáltalán erről nyilatkozni, hogy ez nem így van, sőt, ami a politikai oldalt illeti, a jobb oldal hozta meg azokat a törvényeket, amik igen szigorúan lépnek fel a pedofil bűnözők ellen, és ezeket többnyire nem támogatták a baloldali képviselők, igaz, nem a pécsiek. De a tiltakozásunk az annak szólt, hogy alapvetően ezek nem pécsi ügyek, tehát a kérdéseknek nincs helye. Ezeknek a kérdéseknek a pécsi közgyűlésben, mert az SMS szerint, szervezeti működés szabályzat szerint, pécsi képviselőnek pécsi ügyben az ő munkával kapcsolatban lehet feltenni jogos kérdéseket. A mi munkánkban nem fordult elő ilyesmi. Ennek ellenére, hogy ezt egyébként a jegyző is felolvasta, a polgármester engedte a kérdések feltételét, ezzel egyébként megsértette a szervezeti működési szabályzatot. Ez olyan, ez egy rendelet, ez olyan, mintha a pécsiek megsértenék, nem tudom én, a fászáró rendelet törvényt, vagy a köztisztasági rendeletet, vagy bármi ilyesmit. Ezek is ugye rájuk vannak az a rendeletek. Ezt olyan skandalónak tartjuk, hogy törvényességi eljárás kezdeményeztem a mai napon a kormányhivatalnál, a polgármester ülés vezetésével kapcsolatban és a kérdések feltevésével kapcsolatban. De ezen is túllépünk, mert vagy túlmegyünk. Azon képviselőkkel szemben, illetve azon újságírókkal szemben, akik azt állították rólunk, hogy pedofil bűnözőket támogatunk, kénytelen vagyok eljárást indítani, mert ez már a rágalmazást meríti ki. Tudjuk, hogy a közszereplőknek tűrniük kell sok mindent, ami vélekedés, de ami állítás, és ami a magánszemét, személyméltóságunkat sérti, már pedig én soha semmilyen bűnözőt, nem csak pedofilt, más bűnözőt sem támogattam, ez nyilvánvalóan a rossz híremet jelti, és ezt nagy nyilvánosság előtt teszik, így kénytelenek vagyunk jogi eljárást is kezdeményezni. Mind olyan újságíró ellen, aki ezt tette, mind pedig olyan képviselő szemben, aki ezt tette. Van ilyen kérdésem ezekhez a bejelentés kezdetileg állításokhoz. Az egyik az, hogy menjünk visszafelé, mondtad, hogy újságíró kell. Nem a kérdésem váltotta ki ezt a... És nem is mi rendeltük a dobást. Igen. Felújítják egyébként a közelben lévő Palatinus Hotelt és az építkezés hangjait halljuk. Itt állunk a Pécsi főtéren, és nyilván azért állunk itt, hogy a háttér az a városháza legyen, ahol tegnap volt a közgyűlés. Na, tehát a kérdés arra vonatkozna, vagy vonatkozott volna, hogy egy újságíróról van ez szó, mert van egy videó, amire én gondolok, amiről beszélhet. Konkrétan egy újságíróról van szó. Jó, mert az előbb... Ha több egy számot használtam ebben az esetben, okay. Akkor az irányítskére. Igen, itt egy konkrét és ugye ott újságíró anyagról és ugye beszélek, itt ez, ami... Ugye két dolog, az egyik az, hogy ez nyilván, hogyha tényleg elindul ez az eljárás, akkor ott nagyon érdekes lesz, hogy ez véleményként lesz-e tálalva vagy sem, mert ugye te azt mondtad, hogy állításnak is vetted, illetőleg éppen a Fidesz volt az, nem annyira nagyon régen, illetve a kisebbi kormánypárttal együtt, amely elfogadott egy erre vonatkozó változtatást a tisztelt házban, és amely hát mondjuk úgy ami miatt lehet, hogy más lesz ennek a pernek, ha elindul egyáltalán, a megítélése, mint azt megelőzően, tehát sokkal inkább ad szabad kezet meg véleményt az újságíróknak, és annak idején mindenki azt mondta, hogy ez valószínűleg azért volt, hogy az ilyen Megafon és társai, meg a Magyar Nemzet, ahol ugye nagyon sok Origó és a többi, rengeteg sajtóhelyreigazítási pert veszítettek el, tehát, meg egyéb pereket, úgyhogy lehet, hogy emiatt nem lesz sikeres, de kíváncsian várjuk. Ugye itt arról van szó, hogy azzal rágalmaz meg egy újságíró, nagy nyilvánosság, meg fizetett hirdetésben teszem hozzá, tehát nem egyszerűen csak véleményként, ez egy nyilvánvaló politikai megrendelése történik. Bocsánat, ugye a Facebookos hirdetésről beszélünk? Vagy? Mert ott sajnos az van, lehet, hogy igazad van, de ott sajnos az van, hogy bizonyos tartalmakat már egy minimális, vagy annál nagyobb, kinek mennyi pénze van rá, szinte kell hirdetni ahhoz, hogy eljussanak.
változott a policy a Facebookon, nem tudom, hogy emiatt van-e, de... Nem, ellen tesszük a feljelentést, a Facebook rendben, csak hogy történet. Csak azért az újságíró azért készít tartalmakat, igen, hogy eljusson emberekhez. Igen, de hogyha ezek a tartalmak egyébként nem csak, hogy valótlanságot állítanak, hanem személyméltóságomban sértenek jelen esetben. Én egy 4 gyerekes családapa vagyok, 3 unokánk is van, hála jó Istennek, és mindig ugyanezt az értékrendet vallottuk, hogy a család és a gyermek szent. Ezt egyetlen egy nyilatkozatomban sem mondtam másként. Tehát ezt lehet tudni is rólam, hogy ugye nyilván nem támogatok ilyet. A riportban, az adott riportban is ezt elmondtuk. Elég világosan a kérdésre azt válaszoltam, hogy elítéljük a pedofiliát és a minden ilyen kapcsolódó cselekményt. Mégis a riportnak a végén az az összegzése az illető újságírónak, hogy mi pedofilokat támogatjuk. Ugye kimondhatjuk, ez a Pitch Stop-hoz tartozó újságíró Bogos Csabáról van szó, az ő videójáról. Yeah. Amit tényleg sokan láttak, és amely gyakorlatilag az első, tehát nem a mostani, hanem az ezt megelőző rendkívüli közgyűlés, amikor a közgyűlés az idei költségvetés tervezetéről, vagy költségvetésről szavazott, azt akkor megelőzően az érkezéskor, ugye, yeah, tehát hogy csak hogy mindenki jól be tudja azonosítani. Igen, igen. Ezzel a videóval kapcsolatosan lesz a feljelentés. Oké. Okay. A másik kérdés, hogy illetve két kérdésem van még ezzel kapcsolatos. Az egyik az, hogy jól gondolom, hogy akkor most az ilyen gyurcsányozást is egyszer s mindenkorra leszámolunk, mert az elég sokszor hallottuk azt, hogy például a magukat jobboldali nemzeti keresztény képviselőknek való, tehát nem csak a fideszesek, hanem akár ÖP-sek is, amikor előjött Gyurcsány, és nem feltétlenül pécsi vonatkozásban, hiszen ugye neki vannak pécsi szálai, de nem emiatt, hogy akkor ezekkel is érdemes lesz leszámolni, illetve akkor ezek is igazából lehet, hogy nem voltak a kormányhivatalnál, nem volt bejelentés, nem volt különböző eljárás, nem indult emiatt, nem is tett senki emiatt, de hogy akkor ez a jövőben, hogyha ilyet tapasztal valaki, akkor fordulhat a kormányhivatalhoz? Korábban számos alkalommal tettett a közgyűlésben már hasonló eset, például nem a gyurcsányozással kapcsolatban, hanem sok minden más ügyel kapcsolatban. Ez itt a vége. Tehát ennek most véget kell vetni már tényleg, hogy a polgármester azt engedi, ami számára az SMS-ben előírt, hogy nem lehet föltenni olyan kérdést, ami nem a pécsi közügyekkel kapcsolatos, a pécsi képviselőnek. Ha ezt korábban ezt mi megtettük, vissza lehet nézni, én nem tettem egyébként soha ilyet, tehát mindig magamért tudok csak helytállni. Nem jellemző rám. De egyébként sem a gyurcsányozás sem más képviselő. Igen. 2002 óta jól emlékszem, az 22 éve. Nézni, hogy nem jellemző. Ez rendben, de hogy volt ilyen, hogy előjöttek ilyen ügyek, az egészen biztos, de ugye? Ne tegyünk, akkor én mondom most egyenlőségi jelet a gyurcsányozás, meg a között, hogy valakit pedofil bűnözőket támogató embernek mondunk. Ugye ez azért nagy különbség. Ugye nem teszek, itt az SMS-re vonatkozó kitételnél jutott az eszembe, hogy akkor, ha jól értem, akkor nyilván nagyon más minőség, de hogy alapvetően a másik kérdés pedig, vagy az utolsó kérdés pedig, amit ígértem itt a kérdések elején, az, hogy most én nem feltétlenül emlékszem mindegyik kérdésre, vagy mindegyik felszólalásra, ami elhangzott, és ami ebből a szempontból kifogásolható, vagy amit kifogásolsz, de ha jól emlékszem, ennek a lényege az volt, és szerintem ezt több újság is, mi is lehet, hogy jegyzetben ezt feltettük, és ebből a szempontból nem is pécsi, de valamilyen szinten mindig is csak pécsi, hogy azt kérdőjelezi meg valaki, hogy a Fideszhez tartozó, és megint csak nem feltétlenül rólad van szó, hogy a Fideszhez tartozó képviselők ezután az ügy után, ami ugye hangsúlyozottan nem pedofil embernek adott kegyelemről szólt, hanem egy pedofil embert védő egykori beosztottnak adott kegyelemről, akit bűrészesként ugye elítéltek, és ráadásul nem is sok idő volt vissza, és nem is börtönbe volt akkor már, tehát emiatt is egy kicsit érthetetlen. Tehát, hogy mint képviselők maradnak-e fideszesek, nem érzik-e úgy, hogy erkölcsileg már nem az adott pártnak. Ilyen szempontból pécsi ügynek is tekintető. Most már akkor eltekintünk a tegnapi kérdéstől, mert ez már nem arról szól ez a kérdés, hát hanem, hogy mint jobboldali képviselők elhatárolódunk. Nem, én pont a tegnapiról beszélek, hogy lehet, hogy nem mindegyik kérdésben volt ez benne, de előjött a tegnapi közgyűlésen ez a szempont, ez a kérdés, hogy vajon ezek után fideszes képviselők maradnak, és ha így nézzük, akkor ez jogos pécset is. Képviselő. Tudom, igen. A kérdéseket boncolhatjuk egyébként tényleg
jelentését tekintve, de mindegyik kérdés lényegében állítást fogalmazott meg, hogy mi támogatjuk a pedofilokat segítő, vagy azoknak asszisztáló bűnözőket. Nem támogatjuk, a Fideszen belül senki nem támogatja. Egyébként lemondott ezért egy köztársasági elnök, lemondott ezért egy volt igazságügyminiszter, helyesen, rossz döntést hoztak, ezért le kellett mondaniuk. Tehát, hogyha bárkinek ilyen döntése születik a Fidesz vagy a jobboldali képviselők részéről, annak nyilván le kell mondania. Még egyszer. Annak is egyébként, aki esetleg ezt, ugye látjuk, hogy nagyon régóta most már gyakorlatilag február végek közeledik lassan, hát kb. 20 napja robbant ki ez az ügy. Nem lehet tudni még, hogy hova jut. Ugye most talán mai hír éppen, ma reggel vagy tegnap este jelent meg az, hogy nem a kegyelmet kapott ember, hanem maga a fő bűnös, aki fővádlott volt ebben a perben, hogy ő 2002-ben egy listavezetője volt Bicskén annak a civil mozgalomnak, amelyet ugye a Fideszhez tartozó szervezetnek gondoltak, és Orbán Viktor maga is ott volt. Ez természetesen 22 évvel ezelőtt volt, de hogy nem, arra gondolok, hogy nem lehet tudni azt, hogy hova jut ki ez a dolog. Tehát ha jól értem, azt mondod, hogyha valakiről teljesen mindegy, hogy ez köztársasági elnök, államtitkár vagy akár miniszterelnök, az bizonyosodik be, hogy ebben a hát finoman fogalmazva zűrös ügyben és erkölcsileg gyakorlatilag azóta mindenki által elítélt ügyben szerepe volt, mondjuk akár kérte, ebben, akár másikban, annak akkor annak le kell mondani. Persze, ezt egyértelműen így gondolom, de visszatérve még a kérdés elejére, nagyon messziről indult a kérdés. Donát Annának le kéne azért mondania, mert az apját elítélték hasonló cselekményekért? Nem hallottunk ilyet tőlünk, ugye, hogy Donát Anna mondjon le, mert az apját elítélték szexuális. Nyilván, de senki nem arról beszél. Csak azért mondom, hogy attól, hogy valahol valaki a nagy jobboldali közösségben elkövet egy ilyen bűncselekményt, vagy akár annak adott párton belülről beszélünk. Adott párton belül akár. Azért nem kell az összes Fidesz képviselőnek, vagy jobboldali képviselőnek lemondania, ugye? Azért ezt nem gondoljuk. Elhatárolódni kell, és ezt már számtalanszor megtettük. Mégis újra és újra súlykolják néhányan ezt, hogy a jobboldali képviselők egyébként fedezik az ilyen jellegű cselekményt. Nyilván nem erről van szó. Ezt nem tudom, hogy ezt így mondta-e bárki. Hát a tegnapi közgyűlés is erről szólt, hogy föltették 7-szer is ugyanazt a kérdést. Mondom, én nekem újságíróként ezért kérdeztem ezt hosszan az előbb, mert ez szűrődött le belőle, amit egyébként újságíróként én is egy jegyzetbe föltettem, hogy gyakorlatilag érdekes kérdés lehet az, hogy hogyan fogják majd megítélni akár itt az LP és akár a helyhatósági választáson azt az emberek, hogyha valaki fideszes képviselőként fog elindulni és megmérettetni magát, illetve pont egy olyan... De ez a szétterítés, amit most erről beszélünk. Tehát ugye Donát Annát sem az alapján ítélik meg, hogy az ő apja mit tett. És még sorolhatnánk egyébként politikusokat, akiknek apja vagy nagyapja valamit tett, amiért nyilván ők nem felelnek. De miért felelnének a fideszes képviselők, vagy a jobboldali képviselők azért, nyilván Dobrev Klára sem tehet a családjának a bűneiért, ugye? Varga Judit sem hozott semmilyen olyan konkrét döntést, hogy ő vádolható lett volna, mivel nem akarja meg. Hát ő eljegyezte. Oké, de ezért ő lemondott. Ugye ezt szeretnénk látni a baloldalon, az hasonló következő. Ugye azt mondja a Fidesz, hogy nincsen, de hát ugye lehet, hogy nem azonnal, de lemondott Gyurcsány Ferenc, lehet, hogy nem akkor azon a napon, amikor kiderült az ügynök botrány, lemondott Medgyessy Péter, tehát az, hogy nem voltak következmények a baloldalon, az egyszerűen nem igaz. Volt annak következménye, hogy Gyurcsány Ferenc egyébként a saját állampolgárai ellen vezényeltette a rendőrséget. Elég sok következménye, hogy megbukott. Ő nem mondott le, a társadalom akkor volt nem, akkor nem mondott le, de később lemondott. Később egész másért, igen. Ugye, mert anyagilag is tönkretették az országot, de most messzire mentünk szerintem az eredeti kérdésről. De alapvetően az, hogy lemondott, annak azért a 2006-os őszi eseményekhez kezdve onnan, hogy kirobbant a botrány. Ezt most nem vegyük ide, ez megint egy újabb vitát. Jó, csak hogy mivel itt előjött ez, amit ugye azóta súlykol a Fidesz, hogy bezzeg a jobb oldalon vannak következmények, azt nem lehet mondani, hogy a bal oldalon nem voltak, de akkor hagyjuk Gyurcsányt. Megyesi Péter végül lemondott, amikor kiderült az ügynök múltja. Hornyula pedig nem, hanem még meg is választották miniszterelnöknek. De mondom, most a igen, csak őt úgy választották meg. Igen, csak Hornyulát úgy választották meg, hogy tudták róla.
A kettő között megint van különbség, azt gondolom. De attól még neki ne kellett volna mondani, mert ugye ez egy... Ez már egy másik kérdés, igen. Egy erkölcsi kérdésről beszél. Ez egy másik kérdés. És ugyanebben az, ebben az ügyben is alapvetően erkölcsi kérdésről van, szóval visszatérve az eredetihez, az, hogy olyannal vádoljanak minket, amit nem követtünk el, sőt, aminek az ellenkezője igaz, és nagy nyilvánosság előtt teszi ezt valaki, ez ottják világalmazás, még akkor is a közszereplőről. Oké, okay, utolsó kérdés viszont ahhoz, amit bejelentettél. Milyenek a menete? Mennyi idő lesz ez? Tudsz erről valamit? Az időt azt nem tudjuk, hogy a Magyar Bíróságon... Vagy a kormányhivatalnak van-e valami 30 napja? 30 napos határidő van. Tehát a törvényes, az ülésvezetéssel kapcsolatos törvényességi eljárásnak van. És mi lehet, mondjuk ha elmarasztalják emiatt vételfeltételt, akkor mi lehet? Figyelmeztetés, pénzbírság? Ezt nem folytathatja, de egyébként, hogyha meg onnan nézzük, akkor akár le is mondhatna. Köszönöm. Mert rendeletet szegett meg, amit a város hozott rendeletet. Köszönöm szépen. Tudva is akarhatod.